Teljesen megtelt a nézőtér hajdújáráson, a fellépők több mint egy hónapig kitartóan készültek. A program végén hagyományosan megajándékozták a település idős lakóit. Sok minden van itt ebben a műsorban. Nagyon szép versek, amik ugye persze az idősekről szólnak. Akkor különböző táncok, az Egyesület részéről egy nagyon szép felcseki tánc, és egy felnőtt mese mondunk, egy nagyon érdekes tréfás mesét fog mondani. Az adventista egyház pedig az ő szokásokhoz hihetően, ők már komolyabb, mélyebb ható dolgokkal szoktak fellépni. A rendezvény összefogja a helyi lakosságot, mindenki szívesen vesz részt a megszervezésében. Sövény Rudolf, a szervezőbizottság elnöke hozzátette, ez a minimum, amit megtehetnek az idősebbekért. Mindenki részt vesz benne, és mondhatom azt, hogy mindig teltház előtt van ez a rendezvény, de hát ez azt gondolom minden egyes hajdújárási rendezvényre elmondható, bár elég nagy a kultúr otthonunk nagy terme, de ennek ellenére mindig színültik tele van, és ez nagyon jó. Valamilyen téren ez visszaigazolása is annak, hogy azt gondolom, hogy az emberek is legalább ilyen módon is megbecsülik azt az igyekvést, amelyet tesznek az emberek, hogy minél jobban érezzük magunkat. Az eseményen dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke is beszédet mondott, hangsúlyozta, soha ilyen gyorsan, soha ilyen sok aláírást nem sikerült összegyűjteni a VMS-nek a választásra, ami bizonyítja, hogy a teljes vajdasági magyar közösség, a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll ebben a nehéz helyzetben. Az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral is ilyen gyorsan sikerült találkozni és konkrét ügyekről beszélni, amelyekben napokon belül lesz előrehaladás, az bizonyítja, hogy a magyar kormány is a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll, járva a terepet, hiszen elindult a terepi kampány is. Minden nap számos településen találkoznak az emberekkel a VMS politikusai. Azt tudom mondani, hogy mindenki érzi azt, hogy ebben a nehéz helyzetben meg kell mutatni azt, hogy a vajdasági magyar közösség egységes, és nagyon sokan mindig is tisztelték a VMS munkáját, és tudják, hogy ha a VMS nem segít a közösségnek, akkor más a számunkra fontos ügyeket nem fogja előre mozdítani. Hozzátette, számos olyan emberrel találkozik, akik azt mondják, hogy Pásztor István életműve miatt most különösen odaállnak a VMS mögé, és támogatni fogják a pártot a választásokon december 17-én.